Nagy sikere van a rendszeres egészségnapnak Tatabánya kertvárosban. A szűrővizsgálatok igénybevétele mellett véradásra is lehetőségük van a helyieknek, az idén pedig a csontritkulás mérés szerepelt az új programok között. Ez egy jól bevált hagyományos program évente. Az elmúlt esztendőben legfőképp így ősz vége felé, ősz második felében szervezzük. Nem csak kertvárosiaknak persze, hiszen más is jöhet akárhonnan, nem csak Tatabányáról, akár vidékről is előfordul, például, hogy oroszlányból, vérteszőlősről jönnek ide. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, figyeljünk oda az egészségünkre, persze nekem is néha ez megerőltetés, de hát szokták mondani, hogy a hóhért azt lehet néha akasztani, viszont mi arra buzdítunk mindenkit, hogy azért ilyenkor jöjjön el, hisz alapvetően díjmentes vizsgálatokra, szűrésekre van lehetősége a kedves látogatóknak, és hát nyilván nem kell ezt túlragozni, hogy mennyire fontos, hogy odafigyeljünk, hogy ismerjük testünk véleményét, illetve a reagálásait, meg hát egyébként a prevenció is igen fontos, és aminek nagyon örülünk, hogy most már évek óta társítjuk mellé a véradást, hogy a Magyar Vöröskereszt adja magát partnerként ehhez. És ha már partnerekről beszélünk, azért meg kell említeni, hogy a Komárom-Esztergom megyei Rákellenes Egyesület, illetve a Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya is állandó partnerünk, sőt idén, ami nagyon fontos, és ezt nagyon sokan igénylik, csontritkulás mérésre is van lehetőség a Turul Csontritkulás Egyesület jóvoltából. Egyrészt ugye van egy gerince ennek, ami már jól bevált, és mint említettem, a partnereink közül 70-80%-ban bevált partnerekkel dolgozunk, és nagyon örülünk annak, hogy néha bennünket is keresnek. Tehát már jelzik, hogy van egy ilyen lehetőség, ők valamivel foglalkoznak, így például most a Turul Csontritkulás Egyesület, akik kimondottan szerették volna a kertvárost ebbe az évben megcélozni, és ez egy jó alkalom számukra, hiszen így központosítva több vizsgálattal, szűréssel, az egészséggel kapcsolatos több szálon futó program elemmel tudtak ők is ide beágyazódni hozzánk, úgyhogy szerintem ez kölcsönös. Nyilvánvalóan a lakosság, a hozzánk látogató közönség, a nálunk működő közösségek tagja is felvetnek néha igényeket, ehhez is próbálunk igazodni, és ez így összességébe adja végül is az egészségnap kínálatát. A statisztikák alapján ilyenkor mindig készítünk egy ilyet, azért az idősebb generáció tagjai látogatják zömmel, de örülünk annak, hogy az elmúlt években lehet érzékeny és tapasztalni a 30-40 éves korosztály érdeklődését is. Hát mondjuk a 18-20 évesek nem feltétlenül a koleszterin szintjük miatt szeretnék a szombat délelőttjüket eltölteni. Azt gondolom, hogy ehhez azért hozzá is kell érni egy picikét, de az érezhető és látszódik, hogy az a törekvés a szakmai szervezetek meg, akár mondjuk egy ilyen művelési ház részéről is, mint mi vagyunk, hogy minél előbb foglalkozon az ember a testével, az egészségével, az azért egyre inkább, még ha lassan is, de biztosan azért nyitott fülekre talál a másik oldalon. A véradásra érkezők nem csak segíthetnek, de a saját általános egészségi állapotukról is képet kaphatnak. Az érezhető, hogy spontán jelentkezők, szóval önmaguktól szeretnek jönni. Különböző indokokkal. Van, aki azt mondja, hogy utána frissebbnek érzi magát egy idővel, meg abból az érzésből adódóan is, hogy valakin segít, vagy hozzátartozóján keresztül van olyan érintettsége, hogy azt tapasztalta, hogy fontos volt, hogy kapott vért, és ez hozza őt. És van, amikor a családok együtt, szóval úgy a családtagok jönnek, fér, feleség, és hozzák a gyereket is. Már nem adni, hanem hogy szokja meg a környezetet, hogy ez nem valami károsító dolog, hanem mire felnő, tudatosodik benne az adott esetben, hogy igen, ez hasznos. Egy általános vizsgálat annyi mindenképpen kell, hogy szed egy gyógyszert, kapott egy gyógyszert, kezeltéke közelmúltba, akár lázas, akár egyéb betegséggel, vagy a vérnyomásával, vagy szívével, vagy éppen csak megemlíti, hogy ilyen-olyan panasza volt, és ha azt kezelni kell, akkor elirányításra is tanácsot kap, vagy hát
közvetlenül el kell irányítani oda, ahol ellátást megkapja. A fiataloknál fordul elő, főleg a fiatal hölgyeknél, hogy vérszegényebbek, és a hemoglobinjuk nem éri el azt a szintet, hogy adni lehet. Az nagyon ritka, hogy a súlya nem éri el az 50-et, de adni akar, és ha már 1-2 kilóval meghaladja ezt, akkor nagy örömmel jön, hogy na, most már benn vagyok a range-be. Irodalmi esttel emlékeztek Arany János születésének 200. évfordulójára, környén a Feszti Árpád polgári kör szervezésében. A Művelődési Házban Petrozsényi Eszter színművész és vendégei tolmácsolásában Petőfi Sándor és Arany János levelezéséből is elhangzottak részletek, de az előadók felidézték a legismertebb balladákat is. Az Arany János év kapcsán gondoltuk arra, hogy egy estet szervezünk, és olyan hosszúak ezek a novemberi esték, gondoltuk, hogy egy picit rövidítünk egy kis versélménnyel rajtuk. A meghívottunk pedig Petrozsényi Eszter, ő már többször látogatott ide el hozzánk, és adott elő verseket, és ez teljesen új információ volt a számomra, hogy neki nagyon erős kötődése van környéhez, hiszen 3 éves koráig itt él. Egyed Gábor és Szűcs József, ők Petőfi és Arany levelezéséből fognak néhányat felolvasni, és számomra nagyon nagy büszkeség, hogy egy kis tanítványom is, illetve volt tanítványom is fog szavalni, Szántó Csongor György. Ő a Hegedű című Víglegendát fogja mondani, és ezzel már indult szavaló versenyen is ezzel a verssel. Útközben egy csárdához értek, vendég ivottakban temérdek, azaz, hogy mindenféle sok palóc, matyúk, varosok, jó alkura, még jobb hiszembe, tehet szállítva Debrecenbe. Bogár hátú, széles falu szekereik, mint egy falu, oly szanaszét rendetlenül hevertek az állás körül. Galobak, mint ünnepen, szélt vettek a széles gyepen, s nem látszanak búsulni rajta, hogy valaki el vagy behagyja, vagy eltévednek, és soha nem lesznek a matyúlóba. Miköze a trónviszálynak a töklámpáshoz, és hogyan fényesedett ki Salamon töke? A játék közben ezt is megtudhatták azok, akik tökölésre érkeztek a környei művelődési házba. Nem a Halloween, hanem egy magyar és egy sváb hagyomány jegyében. Sokan azt hiszik, hogy a Halloweenhez, illetve az angol száz hagyományokhoz kell kötni ezt a tökfaragást, pedig ennek azért nagyon régi gyökerei is vannak. 1081-től találhatunk erre írásos anyagot, ugyanis annak idején Salamon király, árpádházi királyunk trónviszályban állt Bélával, illetve László királlyal. László király befogadta őt a visegrádi várba, és ekkor is Salamon azért a trónra hajtott, és különböző cselszövéseket akart László ellen ugye elvégezni, ezért László biztonsági okokból az egyik toronyba zárta Salamont. Ő nagyon veszélyesnek ítélte unokatestvérét, ezért megparancsolta a szolgáknak, hogy a tornyot világítsák ki töklámpásokkal. A töklámpás viszont nem csak az őröknek, illetve László királynak világított, hanem a dunai hajósoknak is. És ezért innen ered az a szólás, hogy fényes, mint Salamon töke. A német hagyománya pedig ennek az, hogy annak idején, amikor a svábokat kitelepítették Magyarországról, főként Kelet-Németországba telepítették őket. Kelet-Németországba pedig evangélikus hitgyülekezetűek éltek, viszont a svábok vitték magukkal a katolikus vallást. És a katolikus papok ott a szegényeknek egy tökfaragó délutánt vagy estet rendeztek. Ezen a tökfaragó esten zsíros kenyérrel, sörrel, borral kínálták meg a résztvevőket, ők pedig adományokat adtak ezért. Nem fizettek, hanem mindenki amennyit gondolt, adományokat adtak ezért.
és így a szegényeket ezzel támogatták. A környei gyerekek a tökforagáson túl legalább ilyenkor megeszik a sültököt és tökös muffint, de akár csillámtetoválás formájában az arcukra is tököt rajzolhattak. A mérlegelésre is jócskán érkezett a tök. A legnagyobb egy 63,5 kilós példány lett az idén, ezt követte 53,5 kg-mal a második, míg a legkisebb egy mindössze 10 dekás tök lett. Tanított rajzból. Itt egy emlékép, mikoron is Gólya Korsos lányának béka perspektíváját magyarázta időtálló szemléletességgel. Egykori tanítványok, ismerősök, hozzátartozók álltak sorfalat a Vaszari iskola lépcsőházában, ahol ekkor még letakarva állt Kerti Károly pedagógiai és művészeti munkájáról tanúskodó emléktábla. A Munkácsi díjjal is kitüntetett grafikus művész 22 évig dolgozott az intézményben, óráit is, szakköreit is nagyon szerették a diákok. Hihetetlen nagy empátiával, hihetetlen nagy türelemmel, és hát nagy szakértelemmel adta át a rajzolásnak a szeretetét és magát, a fortéjait. Én igazából azért lettem grafikus, mert hozzájártam, és nagyon bátorított mindig. Érdekes szituációk voltak, mert ő ritkán dicsért, tehát nagyon ritkán dicsért. Nem volt szigorú, egy jó humorú ember volt, de visszafogott. Viszont érdekes volt, mert az egyik szakkör után megvártam, hogy a többiek elmennek, és egy kicsit hát szomorúan megjegyeztem a Karcsi bácsinak, hogy mindenki ez oda megy négyszer, ötször, hozzá meg csak egyszer jött oda, akkor sem mondott semmit. És akkor mondta, hogy örülj neki, nincs baj a rajzoddal, ennyi az egész, kész. És mindig volt a nagy mondás, az a két szó, ami gyakorlatilag itt is majd el fogom mondani, hogy nem csak a rajzolásban fontos, hanem az életben is, az irány és az arány. Ez a kettő. Belép ide egy kisdiák, és fölemeli a fejét, mert fölfelé kell elindulnia, mert az iskola mi másra való, hogyha nem fölfelé akarunk elindulni, akkor rögtön találkozon azzal, hogy de hova készülök, és az az életfaj és annak az üzenete, azt gondolom, hogy sokakat segített át ebben az iskolában is a nehéz helyzeteken, és adott egyáltalán célt ahhoz, hogy egy boldog, vidám ifjúság után igazi, komoly felnőtt életre nőhessen meg. Köszönjük szépen a Helytörténeti Egyesületnek, a Kerti családnak, a Vaszari iskolának és mindenkinek, akinek része van abban, hogy ma így emlékezhetünk rá, és mindazokat a tanítványokat a Jóisten éltesse sokáig a családdal együtt, akiknek köze volt az ő pásztorálásához, segítéséhez, tudás átadásához. Legyen sok-sok nagyszerű művész követője itt a városban. A sokszorosító grafika több műfaja mellett néhány festmény is megjelent a tatai várfalain. Születésének 100. évfordulója alkalmából Kerti Károly Munkácsi díjas grafikus művész hagyatékát mutatja be a Kuni Domokos Múzeum legújabb kiállítása. A kiállított anyagnál nem csak az egymást követő korszakok megjelenítése volt cél, a művész technikai sokszínűségét is szerették volna bemutatni. Lehetőleg minden korszak jelenjen meg ezen a kiállításon, és nem csak a korszakok, hanem a különböző technikák is, tehát tusrajzoktól kezdve részkarcig, linoleummetszetig, papírmetszetig, tulajdonképpen akvarelig, tulajdonképpen mindenből igyekeztünk egy kis válogatást adni. Természetesen a nálam őrzött hagyaték ennél sokkal, de sokkal gazdagabb, úgyhogy elég nehéz is volt pont azokat kiválasztani, amiről úgy gondoltuk, hogy talán egy kicsit közelebb engedi a nézőket édesapám művészetéhez. Sok kiállítása volt Tatán, amikor ide költöztünk Orosházáról, de aztán később valahogy úgy elmaradtak, és most nagyon örülök, hogy a születésének a 100. évfordulóján egy ilyen reprezentatív nagy kiállítás elkészülhetett. Még a művész hozzátartozóinak is volt egy-két újdonságnak számító alkotás, köztük egy akvarell, amely egy mappa mélyéről került elő. 1937-ben készült, amikor ő a főiskolát kezdte. Tehát ez még egy tanuló darab, amikor ő tanulta, mert ő festőnek tanult igazából, aztán lett később grafikus, és festőként is végzett a főiskolán, úgyhogy én egyébként, hogy magamat is beleszüljem a képbe, én akvarellista lettem,
és mindig csodálom azt a pár darab megmaradt akvarelt, ami édesapám után maradt. A nagyszámban fennmaradt grafikai életműnek csak egy kis szeletét sikerült így bemutatni. Csodálatos örökség, egy hagyaték, ez a nagyszámban fönnmaradt és valóban hihetetlen minőségű grafikai életmű. Hát adósságunk még mindig van. Tehát el kell jutnunk egy monográfiáig, ami valóban elhelyezi ezt a patinás életművet azon a helyen, ahol valóban mértékadó módon jelen van, számon tartottan és ismerten jelen van a magyar grafika élvonalában. Kerti Károly a magyar grafika nagy korszakának alakja, részese és alakítója volt. Életművét ismerte a szakma, munkáját több nívós díjjal is elismerték. Az egykori vásári bábjátszás kell életre a Városi Képtár legújabb kiállításán. A Törött orrok, repett szarvak, avagy Vitéz László és ellenségei című kiállítás a Városi Képtárt tölti meg élettel a következő hónapokban. A közel 100 éves bábok mindegyike az Országos Színház Történeti Intézet és Múzeum gyűjteményéből való. Van ez a Vitéz László karakter, ez számtalan helyen előfordul egész Európa szerte. Magyarországon két formája van, Vitéz László és Paprika Jancsi, akit biztos nagyon sokan ismernek, és mi az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben nagyon sok bábot őrzünk az elmúlt 100-150 évből, két nagy vásári bábjátékos családnak a bábjait, és természetesen a báboknak az ellenfeleit is ugyanúgy, tehát a báboknak, a hősöknek az ellenségeit is megtalálhatjuk ezen a kiállításon is, természetesen a hagyatékokban. Itt vannak krokodilok, ördögök, maga a halál nagyon sok formában, van sárkány, kígyó, csendőrrendőr, tehát mindenféle olyan karakter, aki ellen küzdött ez a kis hősünk, Vitéz László. A nem mindennapi kiállítás sokakban ébreszt kedves emlékeket. Nekem is az egyik nagy kedvencem volt, hát annyira izgultunk mindig, amikor közvetítés volt a Kemény Erik Bászínházából, hogy már a fél utca nálunk volt, mert nekünk volt először tévénk az utcába, tehát óriási nagy zsibongás volt, és amikor elkezdődött a műsor, akkor mindenki majdnem lerágta a körmét, annyira izgalmas volt itt, és László a csípújízta az ördögöket, és nagyon drukkoltunk neki, emlékszem. Alapjában véve is nagyon eredetiek ezek a bábok, tehát tényleg világszenzáció, és hát mindenféleképpen a helyi óvodáknak, általános iskoláknak, óvodapedagógusoknak ajánljuk ezt a kiállítást, mert rengeteg olyan plusz információt tartalmaz, ráadásul egy kis mozitermet is berendeztünk, tehát lesznek Kemény Henrikről portréfilmek, illetve maga előadások is, tehát a Vitéz Lászlónak a palacsintasütős, kurkosbotos harcai, ugye az ördögökkel. A báboknak fontos részét képezi a kopás és a törés, hiszen az előadások jellemző része a harc, az örök harc az ember és a nagy ellenfelek, úgy mint a halál, a gonosz és az ördög között. Vitéz László pedig az ember metaforájaként jelenik meg ezeken a báb előadásokon. Ezt idézi a decemberig látogatható kiállítás is. A szószoros értelmében mesés hangulat várta a galériába érkezőket a hétvégén. Borbás Zsuzsa neve íróként eddig nem csenghetett ismerősen a tatai füleknek, saját elmondása szerint ugyan gyakran ragadott tollat, de a versek, novellák, regények megmaradtak a fiókja mélyén. Az Aranymadár éneke címet kapó könyvecske végül családja unszolására került a kiadóhoz. Most, hogy megszületett az unokám, egyszerűen annyira sok érzelmi többlet lett bennem, hogy ezt valahol le kellett adnom, és már több verset írtam neki, és ezt felolvastam a családomnak, és azt mondták, hogy hát de ezt anya miért nem adott ki? És akkor hát ez volt az első lökés, ami e felé vitt, hogy egyáltalán elgondoltam azt, hogy én egy könyvet kiadjak. Az olvasó a borító alatt egy verses ABC-t talál, akár csak a zengő ABC játékosan vezeti végig a gyermekeket a betűkön. Ahogy az aranymadár dalol, úgy tűnnek fel a történetben az állatok, ki örül, ki kevésbé az éneknek.
A könyvírója és illusztrátora már régebről ismerték egymást, de a közös munka mindkettőjüknek újdonság volt. A kötetben látható rajzok Juhász Zsuzsanna munkái, a galériában az eredeti alkotásokat meg is lehetett tekinteni. Megszólított, hogy ő az unokájának írt egy mesét, hogy illusztrálnám-e. Hát mondom, persze, hogy illusztrálom, de én azt gondoltam, hogy a kisgyerek úgy megkapja, aztán kész, és amikor kész lett, akkor döbbentem le, hogy ebből könyv lesz, és hát ez menthetetlenül már elindult, és hát most nagy izgalom, hogy a közönség hogy fogja fogadni. Én igazából textil szakon végeztem, iparművész vagyok, de ugye a gobleineket ugyanúgy meg kell előtte a kartont festeni, tehát rajzkészségem megvan hozzá, és hát tetszett a mese, és a férjem nagyon sokat segített, mert ő hozta nekem a modelleket, az állatkákat, mert bevallom őszintén, hogy a biológia tudásom egy kicsit már meglenyhült, és egyes állatokat nem voltam tisztában, hogy na, tehát nincs a fejemben, hogy kell lerajzolni őket. A kötetet az Angyalok és Tündérek galériában továbbra is megtalálja a közönség, Borbás Zsuzsa és Juhász Zsuzsanna pedig nem titkolják, gondolkodnak már a folytatáson. Virágokkal, mécsesekkel telnek meg a tatai temetők is ezekben a napokban. Minden szentek ünnepéhez és halottak napjához közeledve sokan már most felkeresték szeretteik nyughelyét. A temetők felkészülten várták a megnövekedett forgalmat, mert volt, aki azt mondta, az időjárás miatt sokan az ünnep napjáig várnak a látogatással. Sajnos idén az időjárás nem kedvez. Sajnos. A szél, az eső hátráltatja a lakosságot. Jelenleg nagyon kevesen voltak a temetőben. A temetők idén is meghosszabbították nyitvatartásukat. Először is szeretném bejelenteni, hogy a környéki temető nyújtott nyitvatartással rendelkezik a lakosság részére. Az azt jelenti, hogy minden nap este 9 óráig. És tisztelettel kérem a lakosságot, hogy a gépkocsikban ne hagyjanak értéket, mert vigyázni kell mindenre. Ezen kívül a mai napon és a holnapi napon itt a helyszínen sírhely egyeztetéssel és sírhely értékesítéssel, meghosszabbítással is foglalkozunk. Tavaly évben, amikor nagyon jó idő volt tovább, itt volt a lakosság, de idén jönnek-mennek. Hideg van, fúj a szél, és arra szeretném még a lakosságot megkérni, hogyha a gyertyákat is meggyújtják, úgy helyezzék el a síron, hogy ne koszorú közelében, hogy véletlenül is éghető anyag ne legyen ott. Minden szentek alkalmával egyre több ember látogatja meg a temetőt, így mi is idomulunk ehhez a dologhoz. A megszokott egy kapu nyitvatartása mellett az összes többi kaput kinyitjuk az ünnepek napjára. Ez már hétvége óta így van az Almási úti temetőben, a Tatai új temetőben is. A hivatalos nyitvatartás ugye reggel 7-től 7 óráig tart, de ezt mindenféleképpen meghosszabbítjuk. Szinte mai nap, holnapi nap, holnap után, tehát ez 8 órára minősül. Nyilván megvárjuk mindenkit, amíg kimegy a temetőből. Egyre több ember látogatja meg ilyenkor a temetőt, és a szemét, a sírok rendbetétele után képződő levélhulladék, zöld hulladéknak az elszállítása, összegyűjtése, ami a mostanában is és a napokban is folyik folyamatosan. Régóta közösen ünneplik Tatán a reformátusok és az evangélikusok a luteri reformáció ünnepét. A felekezetek körében most kivételesen nagy figyelem fordult a történelmi szempontból is jelentős fordulópont felé. Becslések szerint mintegy 800 millió protestáns van a világon a 2,2 milliárdos kereszténységből. A luteri reformáción, meg az előreformátorok, illetve a Lutert követő reformátorok nélkül nem lenne most protestáns egyház, és akkor a fogalomtisztázás gyanánt még hadd mondjam, hogy protestáns, tehát pro, azaz valamiért tiltakozó. Nagyon örülünk annak, hogy megértük ezt az 500 éves évfordulót. Ez azt gondolom mutatja a luteranizmus, na meg a protestantizmusnak a létjogosultságát, és a közösség akkor ünnepel jó, és mi is igyekeztünk így ünnepelni, amikor nem Lutert bekeretezve, múzeumi tárgyként mutogatva, hanem az ő szellemében cselekedve.
Mi a tanításra tettük a hangsúlyt, hiszen mármint így tataiak, hiszen Luther a Kiskátéban és a Nagykátéban erre különleges hangsúlyt tesz, hogy a családfő az ő házanépét tanítsa. És én azt gondolom, hogy elérkezett az ortodoxiának az időszaka, a jó értelembe vett ortodoxiának, tehát a tanítás, a tanulás harmadik évezred elejé sok-sok technikai lehetőséggel megtámogatott időszaka. A reformációt úgy ünnepeljük, úgy emlékezzünk rá, hogy azzal az egymás közötti közösséget is erősítjük. Ebben az évben nyilvánvalóan ennek különleges súlya van, hiszen az 500 éves évfordulóra emlékezünk, éppen a mai napon 500 éve annak, ugye, hogy Luther Márton elindította a reformációt, és éppen ezért különleges nem csak számunkra, gondolom evangélikus testvéreink számára is, és ezt olyan formában is megerősítjük, hogy aztán egy közös úrvacsoraosztással is ünnepelünk, és ebben is együtt veszünk részt. És én azt gondolom, hogy olyan múltra, olyan örökségre tekintünk vissza, ami mindenki számára együtt fontos, és ezt ilyen formában közösen ünnepeljük. Van egy olyan ének, ami Luther Mártonnak az éneke, ez egy jól ismert ének, megvan mind az evangélikusoknál, mint nálunk. Ráadásul az evangélikusok köszönése is ebből alakult ki, hogy erős vár a mi Istenünk. És ez az ének a 46. Zsoltár alapján íródott, amelyik arról szól alapvetően, hogy az Úristen egy olyan erős vár, ahol az ember lelke élete biztonságban van. És az ige hirdetésben arról lesz alapvetően szó, hogy mennyire védtelen az embernek a lelke úgy önmagában, mennyire ki van téve félelmeknek, aggodalmaknak, sok olyan külső hatásnak, ami elbizonytalanít minket, és a bizonytalansággal, a félelmekkel szemben pedig van egy olyan oltalom, egy olyan védelem, Isten a vár, az erős vár, amelyik megóvja és védi a lelkünket. A reformáció elindulásának 500 éves évfordulója alkalmából tábla került a tatai református templom falára, a dunántúli református templomok többségében hasonlóan 400 éves múlt előtt tisztelgő emlék is van, városunkban azonban ez az első. Annak idején 1917-ben ugye a 400 éves évfordulón elhelyeztek egy ilyen táblát, nagyjából ugyanilyen szöveggel, egy másik bibliai idézettel a korintusi levélből, más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. És alapvetően ennek a logikájára készült ez az új tábla is. A 2017-es, az 500 éves évfordulóra emlékezve, egy másik bibliai idézettel a zsidókhoz írt levél 13. részének a 8. verséből, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És alapvetően mind a két tábla ugyanarra az igazságra hívja fel a figyelmet, hogy a reformáció nem valami újat akart előhozni, hanem egy régire akart visszamutatni magára Jézus Krisztusra. Alapvetően a Dunántúl összes templomában most elhelyezésre került, tehát itt 2017-ben most figyelt az egyházkerület vezetése arra, hogy egyetlen templom, imaház sem maradjon ki, úgyhogy itt Tatán két helyen is elhelyeztük ezt az emléktáblát, a Tóvárosi Imaházunkban is, és itt a templomunkban is, és ha jól tudom, több mint 300 istentiszteleti helyen elhelyezésre került most ez az emléktábla. Itt Tatán alapvetően pedig annak örülünk, hogy most már van egy ilyen emléktábla, és aki ránéz, az tudja, hogy nagyjából az emberileg nézve a gyökereink honnan indultak ki, de aki ránéz, azt is tudja, hogy mindig mi az, ahova vissza kell kanyarodni. Tehát tulajdonképpen a reformáció az arról szól, hogy újra és újra megkeressük, megtaláljuk azt az alapot, amin tovább kell építkeznünk, és ez nem más, mint Jézus, az ő evangéliuma és az ő tanítása. Elfogadták a Tatai Televízió közalapítvány 2018 évi költségvetésének koncepcióját. Ennek legfontosabb célja a jelenlegi műsorrend megtartása, amely komoly feladatot jelent mind az önkormányzat, mind pedig a közalapítványnak. A finanszírozás biztosítása egyre nehezebb, hisz a pályázati források beszűkülése erőteljesen kihat a költségvetésre. A közösségi státusz megköveteli a heti 5 óra saját készítésű műsor meglétét, a pályázati források pedig a közösségi státusz meglétét. A szerkesztőség dolgozói által vállalt ingyenes többletfeladatok, az új bevételi források, illetve a műszaki fejlesztésből adódó költségcsökkenés mellett is komoly kihívás elé néz a TTVK-a. A média tanács által kiírt műszaki fejlesztéses pályázatról szólt a második napirendi pont, amelyben a kuratórium elnöke közölte, hogy 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Tatai Televízió.
A műszaki munkálatok, a kivitelezés még ebben az évben megkezdődik. Beszámoló hangzott el az időközi választások televíziós irányelveinek teljesítéséről, illetve teljesüléséről. A választásokat követően valamennyi érintett fél köszönetét fejezte ki a szerkesztőség munkájáért. A kampányidőszakban felvetődött kérdésekre megnyugtató válaszok születtek. Rendkívüli, illetve törvénysértő esemény nem történt. A kuratórium megköszönte a szerkesztőség dolgozóinak korrekt tájékoztató munkáját. A hálózatba kapcsolódás eredményeképpen létrejött körzeti televíziózás reklámszerződéseiről is tárgyaltak. A működési költség nagy részét biztosító bevételek fontosak, de az esetlegességük sok esetben okoz gondot. A társadalmi célú reklámok megjelenése nem esik a média törvényben meghatározott korlátozás alá, de túlzott arányuk a média megítélésében vethet fel kérdéseket. A Tatai Városkapu városi újság működésével kapcsolatosan is elemezték a hirdetések hatását. A kuratórium ülés végén a következő hónapok zavartalan működését biztosító bevételek elemzésére került sor. A források átcsoportosítása, illetve a pályázati előfinanszírozások bevonása lehet a megoldás. A novemberi és a decemberi műsorkészítés a korábbi évek tapasztalatait figyelembe véve a tartalmi színvonal megtartása mellett történhet. November 1-e piros betűs ünnep a naptárban. Ezen a napon ünnepli a katolikus egyház az összes szentet, akikről nagy számuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. Ha minden szentek ünnepéről beszélünk, akkor az első, amit meg kell jegyeznünk, hogy egyedül Isten a szent. Ő az, aki a végtelen jóság, a végtelen szeretet. Őt illeti, hogy úgy mondjam, a saját jogán az, hogy szent. De mivel Isten olyan szent és olyan jó, ezért minden és mindenki, aki vele kapcsolatba kerül, analóg értelemben nevezhető szentnek, részesül az Isten jóságából. És hát ez a szent szónak a hétköznapi értelme, amiben használjuk, és a minden szentek ünnepe is erre utal, azokat az embertársainkat ünnepeljük, akik a szeretet, a jóság útján, mint egy Istenhez váltak hasonlóvá. Akik Jézus tanítása szerint éltek, igyekeztek szeretni az embertársaikat, és ezt hősies mértékben gyakorolták. Hála Istennek, hogy olyan sokan vannak, hogy nem elég egy év a megünneplésükre, hogy mindenkinek legyen egy ünnepe a naptárban, ezért tartunk ilyenkor november 1-én egy nagy ünnepet az összes célba érkezett embertársunknak, ők azok, akik a mennyországban vannak. Vannak köztük híres emberek, akiket mindenki ismert már itt a földi életükben, mondjuk Szent István király, és vannak köztük olyanok, akiket csak egy pár ember vagy egy kis család ismert, és ezért nincs világhírük, a nevüket nem ismerik, de annak a családnak, annak a pár embernek, aki szerette őket, ők is a szentjeik, hiszen mindenkit szentnek nevezhetünk, aki már elérte az üdvösséget, aki a mennyországban van. Mivel ezekben a túlvilági dolgokban viszont soha nem tudunk teljesen biztosak lenni, mert akármilyen jó egy ember, azért hát gyarlósága is vannak, és bűnöket is elkövet. Tulajdonképpen a családtagjainkról úgy teljes bizonyossággal nem állíthatjuk azt, hogy már a mennyországban vannak, és ez alakította ki a következő nap ünnepét, a halottak napját is, ami tulajdonképpen a minden szentek ünnepének a folytatása. Minden szentekkor azokat ünnepeljük, akik már a célban vannak, halottak napján pedig azokat, akik már majdnem a célban vannak. Úgy szoktuk mondani mi a katolikus hagyományban, hogy a tisztító tűzben szenvedő lelkeket. A tisztító tűz nyilván egy képletes kifejezés, azt jelzi, hogy ők már megmenekültek, tehát nem a pokolba kerültek, üdvözülnek, csak még a földi életben elkövetett bűneik miatt az Isten közelségét nem tudják felhőtlenül élvezni, még szenvednek, tisztulnak, vezekelnek, hogy így mondjam, a várakozásukkal, és hát ez a szenvedés az, ami megkülönbözteti őket a mennyországban levőktől. De szabad így mondanom, akik a tisztító tűzben vannak, már jó helyen vannak, ők onnan már csak a mennyország felé tudnak menni, és ezen az ünnepen halottak napján imádsággal segítjük őket. Ez emiatt alakult ki a temető látogatás szokása, az, hogy ott mécsest, gyertyát gyújtunk, Krisztusra emlékeztet, ez ő a világ világossága,
és ezzel az imádsággal, jó cselekedetek felajánlásával igyekszünk segíteni azoknak, akik most azért szenvednek, mert az életben nem voltak annyira jók, hogy már szentek lehetnének. Hát én kívánom mindazoknak, keresztényeknek és minden jó szándékú embernek, akik ezekben a napokban ünnepelnek és szeretteikre emlékeznek, hogy ez az ünnep vezessen közelebb bennünket itt a Földön élőkhöz, és azokhoz is, akik már célba értek, a szentekhez és a tisztuló lelkekhez. A csapatzászlót kísérték a Klapka térre a katonák ma délelőtt a laktanyában. A rendezvényen a volt és jelenlegi parancsnoki állomány nevében az alakulat emléktáblája előtt gyülekeztek az ünnepség résztvevői. Koszorúkat helyeztek el a jogelőd alakulat létrehozásának 67. évfordulója előtt tisztelegve a téren. A meghívott vendégek előtt a dandártábornok idézte fel az alakulat múltját. A jogelődjénk valamennyi nehéz harckocsi vagy harckocsizó alakulat volt. 1950-ben alakult meg a legelső jogelődünk, ezért a 67 év, és ez Székesfehérváron történt. Úgy hívták, hogy 17. nehéz harckocsi és rohamlövegezred, amely azt követően Sárbogádra, majd azt követően Bajra települt. 1956-ot követően 57-től települt át ebbe a laktanyába, ahol jelenleg is tartózkodunk, hiszen azt megelőzően ez a laktanya páncélos tiszti iskola, illetve azt követően páncélos tiszti és gyalogos tiszti iskola volt. Ezután következtek azok a minőségi fejlesztési évek az alakulat történetében, amikor először harckocsi ezredé alakult, tehát ledobta, átadta a régi második világháborús technikát, és folyamatosan az elmúlt körülbelül 50 évben újabb és újabb technikai eszközök érkeztek hozzánk, változott természetesen a struktúra, ezredből dandár lett, különféle dandár, páncélos dandárból önálló, önállóból gépesített, gépesített lövészből könnyű lövész, jelen pillanatban lövészdandár, de ettől függetlenül valamennyi jogelődünket a saját elődeinknek tekintjük, és a hagyományainkban megőrizzük őket. Díszmenet vonult tovább a hősök emlékkövéhez. Halottak napjához közeledve a közösség tagjai gyertyát gyújtottak azok emlékére, akiket szolgálat közben veszítettek el. Valamennyi katonai szervezetnek, ennek a dandárnak is a belső élete az összetartáson, az összetartozáson, a bajtársiasságon alapul. Ha egy bajtársunkat elveszítjük, akár külföldön, akár belföldön, az fájdalommal jár számunkra is, hiszen a család egyik tagját veszítjük el általa. És éppen ezért fordítunk rá gondot, hogy minden egyes esztendőben itt a laktanyában is, de természetesen azoknál a síremlékeknél is, ahol el vannak helyezve elhunyt bajtársaink, ott azoknál is megemlékezzünk róluk, és megemlékezzünk ezáltal arról a közösségről is, amihez tartozunk. Az is őrzár, az is egy kellemes kis mérgező őrzár. A gyerekek is kivették részüket a válogatásból a hétvégi gombatúrán Agostyánban. A legügyesebbek már több fajt is felismertek. Milyen fám volt? Fenyőfám volt, nem? Nyírfa? Akkor ez is nyírfa tapló lesz. Púpos vagy nagykalapos, sárga, piros vagy éppen fehér, teleszedték kosarukat a környék erdeiben a túrázók, a családi gombagyűjtésen természetesen szakértők segítettek eldönteni, mit érdemes hazavinni és megenni a találtak közül. Jellemző volt, hogy nagyon sokféle susuika előjött itt, amit köztudottan ugye a susuikák mérgezőek, és hát a galócák is ugyanúgy fellelhetőek voltak. A mérgezéseket több csoportra lehet osztani, hogyha ezt nézzük, vannak súlyosan mérgezők, és ugye ide tartoznak a gyilkos galosza is bűvköre, és vannak a gyomorbántalmat okozó, kisebb mérgezéseket okozó gombák, és vannak, amik tulajdonképpen csak úgymond gyomor panaszokat okoznak, eleve abból is adódhatnak, ezeket már inkább nem is neveznénk komolyabban mérgezésnek, hogy helytelenül nyúlnak a gombához, és nem úgy készítik el. A kiállításon végül 191 fajt sikerült beazonosítani a művelődési házban, az idei a 16. túra, a program pedig minden évben egyre többeket vonz. Egy családi túra keretébe indul az egyik útvonal, ott az óvodások családjaikkal jönnek, a bátrabbak jöttek, mert előtte
esett az eső, úgyhogy 38-an voltunk, és akkor a Tojáshegy mögötti hegyet másszuk meg, fölmegyünk a Vadsózóig, a Vadlesig, és akkor úgy az egy 2,5 órás túra. A másik irányt, a felnőtt túrát a Zöldsziget kör Liszt András vezeti, és, vagy vezette, ott voltak több mint 50-en, ők pedig fölmennek a Gorba tetőre busszal, és akkor onnan jönnek le az út két oldalán gyalog. Mindig van tanulnivaló. De igazából azért kezdtük el ezt 16 éve, mert hogy itt Tagostyában mindenki kertes házban lakik, és hogy nem kell minden gombát felrúgni. De most már a családok is egyre többet mennek túrázni. Ez a másik cél, hogy kimenjenek az erdőre. Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napon. Énekkel köszöntötte a legidősebb kerekévfordulósokat a Városi Nyugdíjas Klub dalköre. A 80. és 90. életévüket betöltött klubtagokat ünnepelték. Ünnepély van, megünnepölnek, hogy megértem ezt az időt. Hát én vagyok a főszereplő, úgy látszik, mert egyedül vagyok, és 30 évinél többen vagyok tagja ennek a gyülekezetnek, úgyhogy több mint 30 éve. Valahova tartozni kell, ugye? És azt gondoltam, mikor nyugdíjas lettem, hogy valahova tartozni kell, és beléptem a klubba, azóta a klubtag vagyok. Szeretem a társaságot, és annélkül is szeretnék emberek közt lenni, és még ha 80 éves vagyok, és igaz, bicegek, fáj a lábam, stb., de azért jó érzem magam a társaságban. Szeretünk összejönni, beszélgetni, vannak teje délutánok, akkor beszélgetünk, előadásokat tartanak, ilyen vetítéseket, szeretjük a kirándulásokat, igen. Sokszor megyünk kirándulni, és hát maga az, hogy társaságban vagyunk, maga az, hogy társas lények vagyunk, hogy hát, mert otthon nagyon unalmas, főleg egyedül vagyok. Gyertyák közé az emlékoszlop tövébe helyeztek koszorút az Almási úti temetőben a Honvéd Bajtársi Klub tagjai. A hagyományos megemlékezést minden évben halottak napjához közeledve tartják, most különös tekintettel a nagyháború centenáriumára. Hát alapvetően kettős gondolat volt. Az egyik a 100 évvel ezelőtti nagyháború, az első világháború idején történt gondolatok. Másrészt meg hát mégiscsak egyházi háttérrel érkezem, tehát azoknak a dolgoknak néztem utána, amik az egyházon belül zajlottak ennek kapcsán. És egy olyan gondolatkörrel érkeztem, ami 1917-ben a Tatai Református Egyházmegye közgyűlésén hangzott el. Egy beszédrészlet volt, amit az akkori egyházmegyei gondnok mondott el, így háború és béke gondolatkörében. Alapvetően arról, hogy az erőszakos béke törekvés sem biztos, hogy jobb, mint a háború. Tehát, hogy a békére törekedni békességben kell, hogyha röviden össze akarom foglalni a gondolatmenetét. És alapvetően az egyéneket szólította meg ebben a beszédében, hogy mindenki a maga helyén tegye meg azt, ami fontos és lényeges. És ehhez kapcsolódott az imádság is, ami ugyanezen a közgyűlésen hangzott el, illetve egy olyan bibliai szakasz, ami kifejezetten a békekorszakáról szól. Ennek az egyesületnek, amilyenek egyik fontos feladata az a hagyományőrzés, a hagyományok ápolása, gondozása. Szeretném elmondani, hogy ennek keretében az elmúlt években egy szép gesztust tettünk, amikor végigjártuk a temetőket itt Tatán, és felkerestük az első világháborús, második világháborús, Magyar Honvédség, 56-os elhunyt bajtársainkat, és a Hősök Napján nemzeti szalagot kötöttünk mindenkinek, mindannak a sírjára. Ez nem kevés munka volt, és ebben nagyon sokat segített a Fojtik Hadnagy úr, akinek ilyen feladata van Tatabányán. Ahogy elnézem, mindig akik emlékezünk, itt vagyunk, elsőbb a hölgyekre gondolok, özvegyek. Nekik különösen, hogy mondjam, ez a közösségi megemlékezés sokat jelent, hiszen ebben ők is nyilván mindannyian elmegyünk ugye a szeretteinkhez ezekben a napokban. Sokat jelent, hogy a férjükre gondolunk, apákra, nagyapákra, akik szolgáltak a hazáért.
És a nap fogja. Sok csomaggal érkeztek ezen a késői órán a Bai Szent István Általános Iskola diákjai az intézmény parkolójába. Nagy volt az izgalom, hiszen hosszú útra indultak a gyerekek. 16 kisiskolás és kísérő pedagógusaik szálltak fel a buszra. Az este induló különjárat Liechtensteinig viszi a csoportot, egy különleges, határokon átnyúló együttműködés lehetőségeként. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Liechtensteini Nagyhercegségnek van egy több éve tartó ilyen kapcsolata. Az ottani Vöröskereszt szervez ezeket a kirándulásokat, mondjuk kirándulásokat, és mindenki 3 hétre megy. Az iskola kiválasztása pedig úgy történt, hogy a Klebensberg iskola fenntartási központ nem engedélyezte a városban működő iskolákat, az iskola pedagógusait erre az időre, ugye ez 3 hét, viszont a Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott iskolát, tehát a Bai, ők belementek ebbe. Igaz, hogy a pedagógusok tanítani fognak ott kint, és ezeket a gyerekeket tanítják. Ugye 6-tól 10 éves korig gyerekek mehetnek ki, és ezeket az idő alatt, a 3 hét alatt a pedagógusoknak ugyanolyan tantervet kellett csinálni, mintha itthon lennének. A tanulás mellett persze tartalmas programokat is előkészítettek már a diákoknak. Rengeteg helyre visznek bennünket, nagyon sok kirándulás lesz, múzeumlátogatás, illetőleg, ha minden igaz, akkor a nagyhercegnővel fogunk tejázni. És hát azt nagyon nagy izgalommal várjuk, kis műsorral készülünk neki, illetőleg próbáljuk majd a jövő héttől, mert ez a hét a szünet, a tananyaggal is, hogy ne maradjanak le a gyerekek. Megbeszéltük, hogy azért, hogy és mint viselkedünk, milyen illemszabályokat kell betartani, illetőleg most 3 hétig mi leszünk az anyu, tehát éjjel-nappal rendelkezésükre állunk, bármilyen gondjuk, problémájuk, ha jöhetnek hozzánk, ez a minimum, ez természetes. Illetőleg mindenféle társasjátékkal szabad időben, meg minden annak a függvénye, hogy kint milyen programokkal várnak bennünket. Hosszú út lesz, reggel 7 órára fogunk megérkezni, és már aznapra programot szerveznek nekünk. És majd 16-án, 11 órakor indulunk haza. Hogy Marie von Liechtenstein hercegnő milyen volt a valóságban, bizonyára elmesélik majd a gyerekek, amikor élményekkel gazdagodva végre hazatérnek a busz után hosszasan integető családtagokhoz. Napról napra hidegebb szél fúj az öreg tavon, ahogy a jó időtől búcsúzunk, úgy köszönhetjük a város téli vendégeit a tatai vizeken. Egyre gyakrabban érkeznek távcsővel felszerelkezve a madarászok a partra, a vadlúd populáció száma ugyanis növekedni kezdett a térségben. Így november első napjaiban szerencsére a vízmagasság is kezd egyre alkalmasabb, optimálisabb lenni a számukra, úgyhogy örömmel jelenthetem be, hogy most az elmúlt 2 napban jelentek meg az első kis csapatok, és ma már egy ilyen 400-as csapat is itt volt az öreg tavon. Egy kicsit olyan versenyfutás volt az idővel, bevallom, mert ennyire későn nem szoktak az öreg tóra jönni a vadludak. Október második felében azért már rendszeresen gyülekezni szoktak, ha nem is túl nagy számban. És most pedig egész októberben csak ilyen átvonuló kis csapatokat lehetett látni. Igaz, hogy a város körüli egyéb halastavakon viszont szép számmal ott már ilyen 4-5 ezres mennyiség tartózkodik. Úgyhogy most igazából azt várjuk, hogy amint itt a nagy zátony kilátszik majd az öreg tó közepén, azt nagyon szeretik a vadludak. Amint ez kilátszik, ez várhatóan a holnapi nap folyamán már megtörténik, akkor fognak áttelepülni a környező tavakról, és akkor aztán meredeken fog emelkedni a számuk, gyakorlatilag akár naponta megduplázódhat a számuk. A faji sokszínűség és a különleges természeti környezet igazi zarándok helyé teszi az öreg tavat ebben az időszakban, nem hiába olyan példányokat is megfigyelhetünk ilyenkor, melyek igazi ritkaságnak számítanak. A vörösnyakú ludat már láttunk, és örvöslód szintén előfordult. Ezeket általában inkább november végén, decemberben szoktuk a korábbi években látni, de most már az első csapatokkal is itt vannak, úgyhogy tudják, hogy mi a dolguk. Egy kicsit a vért megpesdíteni itt bennünk madarászokban is. A természetvédelmi szakemberek és a madarászok már készülődnek a sokadalomra. A Vadluda Hihlette Fesztivál idén újdonságokat is hoz majd. Az elmúlt évek hagyományaihoz híven megrendezett programot szeretnénk kicsit más keretek között megismételni. Ami egy még újdonság lesz, Levente Péterék is készülnek egy nagyon klassz gyerekprogrammal, így kifejezetten a vadlúd sokadalomhoz kapcsolódóan, és lesz majd technikai újdonság is, amit majd kicsit később szeretnék így a
tévénézőknek is bejelenteni. Azt kérnénk, hogy a vadlúcsokodalmat megelőző napokban, de inkább, ha lehet azt kérni, hogy hetekben is, minél kevésbé tartózkodjunk a tómederben. Ez kevésbé a nappali órákra vonatkozik, inkább a reggeli és az alkonyati órákat jelenti. Táblák is figyelmeztették majd erre itt a kialakult szokásoknak megfelelően az embereket, de az volna jó, hogyha még tábla sem kellene, hanem mi tataiak ösztönösen tudnánk ezzel kapcsolatban ezt a vigyázó szerepünket, hogy óvjuk őket, ne háborgassuk itt a tavon gyülekező madarakat, hogy a sokadalomra tényleg több tízezer vadlúd jöhessen össze. Hangosan zúdul alá a víz a zsilipnél, a várárokban pedig sebesen halad tovább, egyre kisebb a vízszint az öreg tóban. Üzemrend szerint nyáron 180-190 cm-en tartják a tóvizét, ősszel a halászati szezonban kezdik ereszteni. Október 1-jével kezdődik a tó eresztése, a legismertebb ehhez kapcsolódó rendezvény a Mikovényi túra, ami szintén annak köszönhető, hogy megindul a tó eresztése. 14-ig egy szolidabb ütemben eresszük, utána október 14-től november 10-ig körülbelül napi 8-10 cm-t engedünk az öreg tóból, és így érjük el a mínusz 92 cm-t, ami a tó téli legkisebb vízszintje. Ezt egy 3 napig tartjuk, amíg az ipari halászat is megtörténik a tavon, és onnantól kezdve mínusz 30-mínusz 40 cm-es vízállásig visszatöltjük a tavat. Ez azért kell, egyrészt a vonuló vadlibáknak ez az ideális vízállás, ahol biztonságban érzik magukat az öreg tónak a vízfelületén, másrészt a jég még nem éri el a parti támfalakat, illetve nem tud abba kárt tenni. Amint a jég elvonul, március vége fele, akkor már teljes mértékben el szokott vonulni, onnantól szintén a tavaszi tiszta vizekkel töltjük vissza a tavat a nyári üzemvízszintre. Amikor feltöltjük a tavat, akkor általában olvadék vizekkel, tavaszi eső vizekkel nagy tömegében azzal tudjuk feltölteni, illetve elég jelentős az elmúlt években már a visszatérő forrásoknak a forrásvize is. Ez a tóvízén látszik, olyan július végéig tudja tartani azt a tisztaságot, akkor már olyan magas a szerves anyag tartalma, hogy beindul a tó melegedésével az algásodási folyamat is, ez olyan augusztus vége felé éri a csúcspontját, utána mindez az algatömeg, ez a hatalmas szerves anyag tömeg, ez a tóvizébe összegyűlik, és a tó eresztéssel ezt is lebocsátjuk. Hatalmas daru tartotta a levegőben a Miklós Malom új kerekét, az átfogó felújítási munkálatok ezzel már a látványos szakaszukba értek. Állod jó, Jani? Igen. Apránként hosszú órákig dolgoztak a szakemberek, hogy minden a helyére kerüljön. A hányatott sorsú, 1760-as években épült vízimalom végre méltó küllemet is kap. Régebben ez egy borozóként működött, a 70-es, 80-as évektől. A funkciója az megmarad egy ilyen motel, étterem, társalgási központ jellegű építményként. Remélem sikerül szépen befejezni, és szép színfontja lesz itt a főutcának. Korszakalkotó lépés itt a felújításnak a kezdetén, hogy be tudjuk tenni ezt a malomkereket. Gondolom a tatai városnak ez egy színfontja tud majd lenni, ha az épületet is befejezzük. Azon vagyunk, hogy a következő években ez megtörténjen. A tulajdonosok a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyertek 2 évvel ezelőtt, ennek keretében tudták elkezdeni a munkálatokat. Bár a patak most nem folyik az épület mellett, ha visszatérne a víz, a kerék forogni is tud majd. A kerék elsősorban egy látványelem lesz, de remélhetőleg, ha visszatérnek a források, akkor fog forogni. És mi is azt tervezzük, hogy egy hajtóművel meg fogjuk hajtani, ami megint a látványt fogja szolgálni. Az épületből panziót és éttermet szeretnénk kialakítani. Ahhoz, hogy a malomkereket be tudjuk helyezni a mostani helyére, ahhoz egy szoros együttműködésre volt szükség a kulturális alappal, illetve a műemlékvédelmi hatóságokkal. Nagyon sok engedélyre volt szükségünk,
katasztrófavédelemtől, a vízügyi hatóságoktól, ezért húzódtak el a munkálatok. Most, hogy megkaptunk minden engedélyt, most felgyorsultak az események. Elsősorban a külső kialakítását szeretnék most minden előbb elvégezni, hogy a városképnek most már tényleg egy öntszeme legyen, és egy olyan épület, ami előtt az emberek elsétálnak, akkor örömmel és csodálattal néznek rá, ez egy gyönyörű szép épület. A tervek szerint a külső felújítással jövőre fognak végezni, ezután következhetnek a belső munkálatok is. Az őszi kézműves foglalkozások kedvencét, a tökfaragást sem hagyták ki az évszak utolsó programjából a Tatai Várban. A lovakterem gyerekekkel, fiatalokkal telt meg, többségük már rutinosan állt neki a lámpás készítésnek. Hát kivágjuk a tetejét, aztán kikanalazzuk és a arcát utána. Mik a tervek pontosan? Mi fog belőle születni? Egy ilyen koponya fejet fogunk ráfaragni. Aki nem faragta, az festette, vagy épp papírfigurákkal díszítette a tököt. A múzeum ma délutántól kicsiket és nagyokat egyaránt várt. A délután a családokra gondoltunk, gyerekekre, felnőttekre egyaránt. Déltől 4-ig egy olyan kis szöszmötölős programot hirdettünk, amikor Halloweenhez kapcsolódó dekorációkat lehet készíteni. És a dolog pikantériája, hogy közösen díszítjük fel a várat. Úgyhogy estére varázsolunk most kicsit rendhagyó jelleggel egy kísértett kastélyt a múzeumból, hiszen este átadjuk a terepet a felnőtteknek, és egy külön programmal, egy kincskeresés játékkal várjuk őket, bejelentkezett csoportokat. Idén színes programokkal csatlakozott a múzeumok őszi fesztiváljához is az intézmény, a mai eseménnyel a sorozathoz köthető rendezvények is lezárultak. Valóban nagyon sűrű volt számunkra. Hagyományos a programmal is készültünk. A város két pontján találkozhattak múzeológus kollégákkal, az éppen arra járók, és tárgyainkat mutatták be ott a járókelőknek. Kicsit az őszi munkálatokat idézték fel, olyan tárgyakat ismerhettek meg, amelyeket az nagyszüleink még esetleg használhattak is, de a mai világban már nem használatosak, kicsit talán feledésbe ismerültek, ezeket próbáltuk újra feleveníteni. Most viszont így a kicsit a borzongásé lett a főszerep, úgyhogy itt készülnek a tenyérlenyomatok, a tökfaragások, úgyhogy olyat válogatunk, ami még mind gyerekek, mind felnőttek számára érdekes lehet. Egy kicsit próbáljuk a Halloweennek a történetét, a hagyományait is megismertetni, úgyhogy aki plusz információra vágyik, van itt jelen néprajzos kollega is, tehát ő is tud mesélni is személyesen, de hát ott is lehet látni, hogy azért ez egy nagyon régi és egy nagyon ősi hagyomány felelevenítése tulajdonképpen. November 1-én országszerte, így Tatán is élesítették az elektronikus egészségügyi szolgáltatási teret, vagyis az EESZT-t. Az új informatikai rendszer hatékony kommunikációt biztosít az egészségügyi ágazaton belül. Minden betegadat és ellátási adat rögzítve van. Természetesen egy rendkívül biztonságos rendszerben, tehát hozzáférési jogosultságok csak kezelő orvosoknak vannak ehhez a rendszerhez, illetve járványügyi érdekeltség esetén például népegészségügynek. A rendszer lényege az, hogy a betegellátás biztonságosabbá válik, mert lekérdezhetőek azok az adatok, azok az ellátások, amik a beteg életút folyamán történnek. Ugye nagyon sok beteg elveszti a leleteit, a papírjait, gyakran a receptjeit is. Na most ez a folyamat, ez sokkal biztonságosabbá válik. Le lehet kérdezni adatokat, illetve külön lehet és kell is feltölteni adatokat a betegekről, allergiás állapotokat, vércsoportokat, a krónikus betegségeket, és ez elérhetővé válik a kezelő orvosok számára. A napi ellátás során pedig a rendszer automatikusan rögzíti és tölti fel az adatokat a központi nyilvántartásba. Tehát ugyanúgy működik az ellátás, mint eddig. Az orvosok mostantól e-receptet írnak a betegeknek, amelyhez egyelőre a papírvényt is odaadják. Ezen már egy harmadik vonalkód is szerepel.
Az e-recept egy elektronikus nyilvántartó rendszer, a vényeknek elektronikus nyilvántartó rendszere. Ez úgy fog működni, hogy receptet nem kell az orvosnak papír alapon leírni, hanem interneten keresztül rögzíti a betegnek a igényelt gyógyszereit. A patikában megjelenik a beteg, aki igazolja magát, hogy ő XY személyazonosságiával, és a tajszám alapján a patika elő tudja hívni az éterből a recepteket, amit az orvos fölírt neki. A rendszer előnye, hogy az orvos az egy kattintással látja, hogy a betege hol milyen gyógyszereket írt föl. Ez az orvos szemszögéből, a patikáéból pedig ugye az utóbbi időben lévő megjelent hamis vények, azok teljesen el fognak tűnni.